Vasárnap virradóra elhagyta a Tisza csongrádi szakaszát a jegesár, péntek este jégtorlasz alakult ki Tiszakécskénél, ahonnan az ár hordalékot, farönköket, stégeket és műanyag hordókat sodort magával Csongrád felé. A házasság hete zárásaként közös gyertyafénykeringőre invitálták a párokat a Nagyboldogasszony templom előtti térre. Süli István a Csemegi Károly könyvtárban mutatta be a részben Csongrádon játszódó kötetét, mely a mai magyar társadalmat mutatja be. Márciusban a Makó ellen kezdi meg a megye egyes labdarúgó bajnokság tavaszi szezonját a Csongrád Tiszapart Sportegyesület, a hétvégén lezárult Tiszapart kupát a Foci 2000 csapata nyerte meg. Köszöntöm nézőinket, önök a Csongrád Televízió híradóját látják, elhagyta Magyarországot a jegesár. A Tisza-Csongrádi szakaszán vasárnap virradóra vonult le a hatalmas jégtömeg, amely 5 kilométeres sebességgel haladt. Pénteken jégtorlasz alakult ki Tiszakécskénél, ahol teljesen beállt a jég a Tiszán. Rengeteg szemetet, műanyag palackot, farönköt, ágakat hozott magával a jegesár, több kilométeres szakaszon stégeket is elsodort. Múlt pénteken este még jégtorlasz volt a Tiszán több helyen, aztán az ár másnap reggel megindult. Szombaton reggel 8 óra 40-kor nagy recsegésre és ropogásra lettünk figyelmesek, és a jégtáblából körülbelül egy 200 méteres szakaszt levált, majd nem sokkal 9 óra után megindult az egész jégtábla, tehát 5 kilométeres szakaszon indult el, és tényleg minden rajta volt, rendkívül sok hordalék, farönkök, szemét, stégek voltak a jégtábla tetején. Több Tisza melletti településen hallották, hogy óriási robballyal megrepettek a jégtáblák, azt mondták, 30 éve nem volt ekkora összefüggő jég a Tiszán. A nagy zajlás közepette éppen előttünk ment le egy stég, egy gazdátlan kis horgásstég, sárga, kék műanyag hordók, elég sok, azt valahonnan nyilván fölkapta az árvíz, tele szeméttel, fahordalék, jég, keveréke az egész. Egybefüggő fahordalék, huszadék. A jégtábla tetején stégek, hordók, rengeteg szemét volt látható több kilométer hosszant. Az ár gyorsan le tud folyni, hisz múlt héten egy jégtörőhajó törte fel a jeget. A szakemberek szerint a jeges ár körülbelül 5 kilométeres sebességgel haladt. És olyan hát 8:30 magasságában elkezd szépen lassan recsegni, ropogni, és a közepe megindult, majd a széle is, olyan 4 óra 20 perccel fölvette a jellegi tempóját, csak szépen vonul most lefelé. Kérdésünkre elmondták, hogy árvíztől nem kell tartani. A jéghelyzet miatt 290 kilométeres szakaszon volt harmadfokú készültség. Ahogy arról legutóbbi híradónkban beszámoltunk, pénteken délelőtt jégtörő hajó oszlatta fel a jégtorlaszt. Ezt azt tettel indokoltá, hogy a Tiszán levonuló hatalmas jégtömeg itt is akadálytalanul tudjon tovább haladni. A szakemberek szerint további jégzajlás nem várható. Csongrádon, ugye mielőtt megérkezett a jégtorlasz, a Szegeden állomásozó jégtörőhajó áttörte az ott álló jeget. Ezért ugye szabad utat biztosította az érkező jégnek. Szerencsére itt aztán semmilyen probléma nem is történt, és a zajló jég az zavartalanul le tudott haladni egészen ugye ki az országból, Szerbiába. Egészen más jellegű volt egyébként ez a jég, mint a középső, illetve a felső szakaszokon. Szinte már mondhatjuk úgy, hogy megfáradt ez a jégtorlasz, tehát inkább zajló jégnek hívnám. Nagyon-nagyon széthúzódott, jóval kisebb darabok állt a nagy része, akár 30-40 kilométerre is széthúzódott, tehát ilyen a középső, illetve a felső szakaszokon nem volt, tehát szerencsére jelentős károkozás nélkül az alsó-tiszai szakaszokon levonult a jég, és vasárnap a kora esti órákban gyakorlatilag az egész jégtömeg elhagyta Magyarországot Szerbia felé. Tegnap este aztán az alsó-tisza vidéki vízügyi igazgatóság éppen ezért a harmadfokú védelmi készültséget, ami ugye a jéghelyzet miatt volt elrendelve, első fokúvá mérsékelte, és most is ez van még érvényben, hiszen a kollégák azért még mindig figyelnek, de nyilván már egyáltalán nem olyan fokozottan, mint az elmúlt napokban, illetve hetekben. A házasság hete programsorozat zárásaként vasárnap 19 órakor közös gyertyafénykeringőre várták a szerelmes párokat. Ahogy a szervezők fogalmaztak, nagy tánctudása nem volt szükség, csak egy kis szeretetre és egy csöpnyi bátorságra.
A hangulatos eseményen fiatalok és idősek egyaránt részt vettek. Voltak, akik a gyerekükkel együtt táncoltak a Szent István szobor körül. A csongrádi kötődésű Süli István legújabb kötetét a Csemegi Károly könyvtárba mutatták be. A könyv egy része Csongrádon játszódik, és a mai magyar társadalomnak tart görbetükröt. Süli István legújabb kötetét a Csemegi Károly könyvtárban mutatták be. Ennek a nagy része, ennek a kötetnek, meg a történetnek a nagy része baráti beszélgetésekben, meg minden. Tehát ezek nem velem megesett történetek, mint ahogy a Lassú Csádásnál is már barátaim kérdezték, hogy ezek ugye csongrádi történetek, nem szigorúan csongrádi történetek. Nagyon nehéz helyhez kötni, emberhez kötni, illetve ami helyhez emberhez kötődik, az is annyira el van mosva a szövegben, hogy nem lehet ennek a gyökerét megtalálni. Az, hogy Magyarországot így látom, az nagyon sajnálatos probléma itt az egész korunkra, de hát ez a társadalom úgy látom, hogy egyrészt öregszik el, másrészt nagyon-nagyon nagy tempóba csúszik le, szegényedik el, és az aktuális vezetése most pártoktól független, nem MSZP-ről, nem Fideszről beszélünk, a mindenkori aktuális vezetése sokkal többet lop ki ebből a közegből, mint amennyit ez a közeg elbír. A Lassú Csárdás is erről beszél, többek között a romok is erről beszél, és a most készülő félig meddig elindított könyvem, egy utazás viszontagsága, ami egy magyarországi utazás. Pestről leutazik egy ember Szegedre egy bizonyos ügy kapcsán, és tulajdonképpen egy klasszikus görög történeti, mint a Odysseus utazása valósul meg, Odysseus kalandjai valósulnak meg az utazás alatt, és végigmegy a mai Magyarországon. És hát elég megdöbbentő dolgokkal találkozik útközben. A történet egy része Csongrádon játszódik, és erős társadalomkritikát fogalmaz meg. A romok egy kisvároson keresztül ábrázolja tulajdonképpen mai Magyarország metszete. Vannak benne politikusok, vannak benne emberek, de a hétköznap emberei, tehát a mintám, amit egyébként valószínűleg a csongrádiak meg is fognak találni, a belvárosi öregházak, a náttetős házak, amik egyrészt pusztulnak le, mert a fiatalok már elmentek innen, és a mohát nincs, aki leszedje a háztetőről, és a mohát elkezd rohadni a nád. És a falu végi, ugye ez egy faluban van áttéve az egész, egy szublimált helyszíne, de a falu végi házak már dőlnek össze, fiatalság, vándorló ember nincs, ami itt tartsa őket, az öregek előbb-utóbb szépen sorba halnak ki a településről, és ez a szomorú minta, ez gyakorlatilag az egész országra érvényes. 1979, ez most a biztos, igen. Süli István csongrádi kötődésű, jelenleg Török Bálinton él. Alföldi emberek egészen mások, Török Bálint egyébként is egy régi sváb falu volt, tehát egy jó működő, összetartó sváb közössége van, de mentalitásban teljesen mások a, tulajdonképpen ők már hegyvidéki török-bálinti dombok sváblakói. Zártabb közösség, összetartó közösség, más, kicsit más típusú emberek, mint az alföldiek. Márciusban a Makó ellen kezdi meg a Csongrád Tiszapart Sport Egyesület a Megye 1-es labdarúgó bajnokság tavaszi szezonját. A csapat január 16-án kezdte meg a felkészülést heti 4 edzéssel. A vezetőség célja továbbra is az, hogy dobogós helyen zárja a 2016-17-es kiírást a klub. Mozgalmas időszakot él jelenleg is az Egyesület. Március 4-i rajta kezdődik a bajnokság tavaszi szezonja. Felnőtt labdarúgó csapatunk is megkezdte a téli felkészülés, amely javában zajlik. Jelen pillanatban a műfős nagypás bajnokságban szerepelünk, 2 fordulón vagyunk túl. Igaz, az első forduló sajnos elmaradt, hiszen a Sándorfal csapata az nem tudott eljönni, úgyhogy a mi csapatunk megkapta 3 pontot. Nagy Mágos nagyon sportszerű volt, és azon a mérkőzésen, amit ők játszottak előtte, velünk is játszottak egyet, és hát ugye őket, mivel már fáradtak voltak, azért nagy arányban legyőztük, de ez már nem számított bele. Elmúlt hétvégén a Deszk csapatát győztük 6-3-ra, és következő hétvégén van egy kisteleki mérkőzés is, és utána fog eldőlni a tornának a döntő része. Ez ugye annyit jelent nekünk, hogy azért így legalább mérkőzésben lesz a csapat, talán ez jó lehet arra, hogy egy jó felkészüléssel legyünk túl tavaszra, és hát a március 4-i rajt, ami nem sokára jön, és ugye Makón lesz, hát arra szeretnénk, hogy olyan felkészüléssel legyen túl a csapat, amely hát biztató lehet arra, hogy Makón elmenjünk, és pontokat tudjunk szerezni. Döntően nem változik a játékos keret az Egyesület létszámában. Játékos keretünk úgy néz ki, hogy egyben maradt, nem történtek nagy átigazolások.
amiről be tudok számolni, hogy Vellai Áron külföldön folytatja a pályafutását, valamint egy játékos érkezésére tudok beszámolni. Egyelőre még nincs aláírva a papírja, ugye nevet nem szeretnék mondani, de ha ez megtörténik, akkor természetesen erre is beszámolunk. De összességében azt hiszem, hogy az a nagy erőnk, hogy együtt tudtunk maradni, hiszen olyan nagyon jó őszi szezonon vagyunk túl, amely tehát túlmutat azon is talán, hogy ez a csapatnak nagyobb tervei legyenek. Nagyon sokan megkérdezik tőlem az NB3-as szereplés lehetőséget, én mindig annyit mondok róla, hogy elsőben ugye ezt ki kellene vívni, majd kellene egy osztályzatot játszani, hiszen erről nagyon sokan elfeledkeznek, hogy egy csapat megnyer egy bajnokságot, rávár még egy osztályzó. Tehát még ezelőtt is állnánk, de azt hiszem, hogy egy nagyon-nagyon erős tavaszon leszünk túl majd. Nagyon erős a mezőny, Makó csapata nagyon jó, aki az ellenlábas csapatunk, és hát azért bízom abban, hogy az őszi jó teljesítményt azért át tudjuk menteni tavaszra, és hát jó mérkőzésekkel tudjuk szórakoztatni a csongrádi közönséget. Az utánpótlás korosztály eddigi eredményeire is büszke az egyesület vezetősége. Meg kell említenünk az utánpótlás csapatokat is. Nem kimondottan az arra korosztályra gondolok, aki ugye a tornákon vesznek részt, hanem az U14, U16, U19-es bajnokságban szereplő csapatainkat, hiszen ők is készülnek a tavaszra. Szintén nagyon jó helyezést értek el az őszi szezonban, és hát mindenféleképpen hogy arra törekedünk, hogy őket is úgy neveljük, hogy Csongrádnak legyen ugye merítési lehetősége annó majd, amikor a felnőtt csapat ajtaján, úgymond öltözőajtaján tudnak majd kopogtatni. Minden edző nagy vehemenciával végzi a munkáját, hiszen innen közös érdekünk ez, hogy jó labdarúgókat neveljünk, jó embereket neveljünk, és nagyon bízom abban, hogy hát ha a következő szezon végén, ha egy-két csapatnak tudunk érmet akasztani a nyakába, vagy esetleg kupát tudunk átadni, akkor nagyon fogunk örülni. A Foci 2000 csapata nyerte a Tiszapart kupát 2017-ben, a bajnokságban 12 csapat vett részt, a díjakat Bedő Tamás polgármester és Cseri Gábor alpolgármester, valamint Kis István, a Csongrádi Tiszapart Sport Egyesület elnöke adták át, a torna legjobb játékosának Deli Jánost választották, a gólkirály Holt versenyben Fodor Dániel és Pacuk Pál lett. Stankovics Árpád bizonyult a legjobb kapusnak, Pauli Alex pedig a legjobb fiatal játékosnak, a kupa legsportszerűbb csapata a játék csatárok nélkül. Vasárnap víradóra elhagyta a Tisza csongrádi szakaszát a Jegesár, péntek este jégtorlasz alakult ki Tiszakécskénél, ahonnan az ár hordalékot, farönköket, stégeket és műanyag hordókat sodort magával Csongrád felé. A házasság hete zárásaként közös gyertyafénykeringőre invitálták a párokat a Nagy Boldogasszony templom előtti térre. Süli István a Csemegi Károly könyvtárban mutatta be a részben Csongrádon játszódó kötetét, mely a mai magyar társadalmat mutatja be. Márciusban a Makó ellen kezdi meg a Megye 1-es labdarúgó bajnokság tavaszi szezonját a Csongrád Tiszapart Sportegyesület, a hétvégén lezárult Tiszapart kupát a Foci 2000 csapata nyerte meg. Új híradóval legközelebb szerdán 19 órakor várjuk Önöket, adásainkat megtekinthetik honlapunkon a www.csongradtv.hu weboldalon. Valamennyi munkatársam nevében köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!